Sziasztok! Ez itt nagyjából annyi WC papír, amennyit egy ember átlagosan egy év alatt elhasznál. Ez itt már a végeredmény. Ezek a hatalmas gurigák pedig azok, amiből a WC papír készül. Ahhoz, hogy megértsük, milyen jelentőséggel bírta a papír felfedezése az ember számára, gondoljunk csak arra, amíg nem volt papír, és most az egyszerűség kedvéért tegyük félre az olyan nehezen sokszorosítható és amúgy sem korlátlanul rendelkezésre álló kezdetleges eszközöket, mint a kőtábla, a cseréptábla vagy épp a pergamen, a tudás és az ismeretek terjesztése az élő szóra korlátozódott. Azaz, ha valaki valami fontosat át akart adni, ahhoz személyesen jelen kellett lennie. Onnantól viszont, hogy a gondolatokat már papírra lehetett vetni, a tudás és az információ szélsebesen terjedhetett. Épp ezért talán nem túlzás a papír felfedezését a mai értelemben vett tudomány vagy műveltség megjelenésével azonosítani. Hosszú időn át szinte kizárólag információt vittünk fel, írtunk, rajzoltunk a papírra, ma már ezer más célra használjuk. Mivel ezekben a járványtól sújtotta időkben még inkább előtérbe kerültek a higiénés funkciók, a következőkben a WC papírja, a zsebkendője és a konyhai papírtörlője a főszerep. Ha valahol és valamikor, akkor itt és most extra fontos a higiénia, a papírgyárban alapból is kötelező kiegészítők mellett a kesztyű és a maszk viselése is kötelező most. István lesz ma velem, aki így néz ki maszk nélkül. Így pedig most van. A papírgyártáshoz, mint majd látjuk, rostok kellenek. Kezdetben készült papír, például az erős és tartós rostokkal rendelkező ruharonyból, de ahogy nőtt a papír iránti igény, a rony megdrágult, így más rostforrás után kellett nézni, így kerültek képbe a cellulóztadó növények, elsősorban a fa. Dunaföldváron kezdünk, ahol épp a cellulóz üzemből érkezett teherautót pakolja le a targonca. Egy átlag embernek ezek is ilyen papírpálának tűnnek. Igen, ez olyan, mintha egy papírpála lenne. Ugye tulajdonképpen ezt mondhatnánk akár papírnak is, hiszen ezt feloldjuk vízben, és egy sokkal vékonyabb réteget különböző technológiai adalékokkal gyártunk belőle. Az olyan, mint egy vastag karton, tehát el lehet törni. Ha nagyon közelről néznénk, akkor látnánk a rostokat is. Ez egy rövid rostú cellulóz, ez valószínűleg Dél-Amerikából érkezik. És milyen fa? Azt meg lehet így mondani? Igen, a rövid rostot általában eukaliptusz fából készítik. És akkor van hosszú is? Van hosszú rost, a hosszú rost az a fenyőfélékből készül, lassan növő fákból, amelyek általában Észak-Európa vagy Kanadából érkeznek. Nagy öles léptekkel haladunk a végső célunk a papír felé. Első körben targoncával a felhordó szalagra pakolják a cellulóz bálákat. Egy másik szalag mellett kötegelt, újrahasznosításra váró papírtekercs végeket is láthatunk. Egyet kiszedek. Ez a nyesedék, ugye, amit a nyomdaipar vagy a papírfeldolgozás során nyesedéknek nevezünk. A technológia során, a feldolgozás technológia során képződik úgynevezett nyesedék, ezt a nyesedéket mi újra feldolgozzuk. Magyarul fogjuk majd látni, ahol elkészül a WC papír, ott a papír guriga két vége levágása. Egy se veszünk. Igen, ezt se veszünk kárba. Nagyon-nagyon hangzavar, ugye? Igen. Már alig lehet beszélni. Igen, ki lehet nyitni. Azt a cellulóz bálát, amit ugye az előbb a szalag fölhordott, itt kerül feloldásra, itt oldjuk föl vízben szakaszosan, olyan, mintha egy botmixerre vagy egy mixergépbe beletennénk a gyümölcsöt, ugyanúgy tudjuk itt feloldani a cellulóz bálát. Ez tehát a pulperezés, avagy magyarul pépesítés. A keverőrotor 35-40 fokos belső hőmérsékleten 5-8 percen át kevergeti az elegyet. A cellulóz nedvesség tartalma 10% körüli, tehát egy általánosan 250 kilós bála nagyjából 25 liter vizet magában is tartalmaz.
A pulperezést tisztítási és csomótlanítási fázisok követik. A folyamat során a csőrendszerben keringő rostokat ebben a kádban összegyűjtik, majd egy lefejtő kanál révén a még használható méretű rostokat visszaforgatják a termelésbe. A ránézése is hatalmas papírgyártógép működéséből egy átlagember számára a pulperezés utáni és a kész papírguriga közötti szakaszból szinte csak annyi fogható fel, hogy rengeteg állomáson megy keresztül az anyag, és hogy a folyamat nagyon nagy hanggal jár, pedig itt nagyjából ugyanaz történik, mint 1000 évvel ezelőtt. A pép rostjait összerendezik, majd a kapott, vékony, nedves papír réteget kiszárítják. Volt róla már szó, hogy sokáig ruharonyból nyerték a rostokat, ahhoz, hogy a fa mint lehetőség felmerüljön, egy legenda szerint némi szerencse is kellett. A történet főszereplője egy a 17. században élő Seffer János nevű német tudós, aki a kertjében sétálgatva pillantott meg egy fészkét éppen építgető darazsat. Azt tűnt fel neki, hogy a darázs által összeragasztott nedves növényi rostok papírszerű, vékony sejtfalakká száradnak. A természet tehát, mint már annyiszor, itt is kisegítette az emberiséget, ha ugyanis hinni lehet a legendának, így lett a fa cellulóz, azaz rostforrás. A műveletek ma már gépiesítettek, de a lényeg nagyjából ugyanaz, mint kezdetben. A cellulóz rostokat pépesítik, majd a szitára felvitt vékony papír réteget kiszárítják. Régen vagy kitették a napra, ugye a merített papírt, és a nap szárította ki, vagy kitették szárítóházakba, csipeszre fölfogták, és akkor a szél, a húzat szárítottak. A folyók adták, a vízimalmok adták az energiát, vagy a szélmalmok. És akkor itt most mihez kell pontosan energia? És mi van körülöttünk? Körülöttünk a szivattyúknak, a hajtómotoroknak van az elektromos vezérlése. Ez az egységek hangolják össze, hogy minden a megfelelő sebességben működjön, minden szivattya megfelelő mennyiségű folyadékot szállítsa. Egy nagyon bonyolult rendszer, amiben nagyon sok számítógép vesz részt ennek a folyamatnak a vezérlésében. És akkor a hőenergiát, ami szintén nagyon sok szárításra és hirtelen szárításra van szükség? Az egy 2 darab gázégővel biztosítjuk, 2 nagy teljesítményű gázégő. Gáz felhasználása biztosítja azt a hőenergiát, amit régen a húzat biztosított, meg a szél, azt mi most ventilátorokkal és gáz által termelt meleg levegővel biztosítjuk. Amikor a papír pépa sok-sok tisztítási, aprítási fázison és sok-sok csövenés tartályon átjutva az úgynevezett szitára jut, a nedvesség tartalma még 90% fölötti. A szita apró lyukakkal teli felületén egyenletesen szétterülő és már megfelelő rendezett szálakat tartalmazó pépen immár ideálisan végezhető el a víztelenítés folyamata. A cél az, hogy minél rövidebb idő alatt minél szárazabb papírt kapjunk majd. Ezt mechanikus préseléssel, egy óriási szárítóhengerrel és egy 400 Celsius fokos szárítóbúrával érik el egy szempillantás alatt. A szárítási fázisok után egy 0,1 mm vastagságú és már mindössze 5,5% nedvesség tartalmú, immár késznek nevezhető papírunk van, amit a gép az utolsó fázisban feltekercsel ezekre a kartonból készült 3 méter hosszú csövekre. Bámulatos látni, hogy nincs megállás, amint egy guriga elérte a megfelelő súlyt és hozt, egy automatizált önjáró kocsira kerül, majd a gép már készíti is be a következő kartoncsövet. Na, elkészült a nagy guriga, ott a nagy WC papír guriga, kicsi meg a kezemben. Adja magát a kérdés, hogy abból a nagyból, ami egyébként milyen hosszú? Egy tekercsünk WC papírból 55 ezer méter. 55 kilométer van ott? 55 kilométer van, igen. Ez mennyi lehet? Ez ilyen 20-30 méter? Ezen 20, körülbelül 20 méter van. Ebből a nagy gurigából 27 ezer ilyen kis guriga kész. 27 ezer ilyen kis guriga lesz, ami ott van mögöttünk. Igen, igen. És akkor ezt most szépen elviszi a gép, és lecsomagolja. Igen. Nagyon jó. Oké, később még foglalkozunk a WC papírral. De most elmegyünk az útjából, mert nem lenne jó útba. Igen, mert akkor... Végünk! Az elkészült gurigát a sínpályán mozgó kocsi a terem másik végébe szállítja, ahol a tekercset a robot körbefóliázza.
A targonca már csak a papírgyártó részlegen kívül, és már csak a lefóliázott tekercsel érintkezik, ez is a maximális higiéniát szolgálja. A tárolóban nem csak a kész papírtekercsek sorakoznak, de azok a kartoncsövek is, amire a papírgép a friss papírt tekeri. Ezek ránézésre egyébként pont olyanok, mint a WC papír gurigája, csak nagyban. Oké, láttuk, hogy a targonca kihozta ezt a kis papírtekercset a gépről. Nekem ezek mindegy formák egyébként. Ő meg tudja mondani, hogy itt most mit tudom, melyikből lesz WC papír, vagy biztos van rajta egy kód van? Persze, hát ugye minden tekercset egyedi azonosítóval látunk el. Mi a cikkszámból már tudunk minden, de szövegesen is föl van írva, hogy felelős erdőgazdálkodásból származó cellulózból készült, késztőlő papír, hány grammos, milyen széles, és maximum hány kiló lehet egy tekercs, hiszen a későbbiek során darúval fogjuk megemelni. Ez körülbelül 2200. Ez 2400 kiló egészen pontosan. 2400 kiló ez? Igen, ez 2400 kiló. És van rajta még egy 2400 kilós. És van rajta még egy 2400 kilós. Késztörlő, akkor menjünk, nézzük a gépet. Megnézzük, hogyan lesz ebből vásárlóknak késztörlő. Na, de milyen szépen be vannak készítve a gurigák, nem sokkal bekörülnek a gépbe. Egyébként, nem tudom, ilyen lefektetve meg lehet ezt mozdítani? Persze. Azért 2400 kiló. Jó, és melyik nehezebb megmozdítani, ezt vagy a WC papír gurigát? Hát azt könnyebb megmozdítani, ami keményen, mert az jobban gurul. Ugye? Aha, majd kipróbáljuk azt. A gépkocsi gumi is akkor gurul jobban, hogyha jól föl van fújva. Na, itt az anyagunk, ez ugye... Igen, ez a késztőlő, ugye hosszú rostúból készül a késztőlő. Ugye itt láthatnánk, hogyha... Ez egy réteg. Ez egy réteg, igen. Egy rétegű lesz? Ez a késztőlő, amiből a készáró, az két rétegű lesz. Ezért majd a gépen, a feldolgozó gépen kettő darab egy réteget fogunk összeragasztani. Jó, akkor ez egy réteg. Ez egy réteg, és akkor, hogyha fény felé fordítjuk, látjuk a tépeten, akár egy ilyen 3-4 mm hosszú rostszálat is lehet látni. Így igaz. Ugye, és ugye ez a kapilláris hatás... Jól szívja föl. Jól szívja a nedvességet, hiszen az a lényeg, hogy letörlöm a konyhaasztalt, akkor ne kelljen 5-6-szor letörölni, hanem elég csak egy húzás. De egy igazi házi asszony. Jó, itt én megtörlöm a homlokomat egy nagy munka után. A papírtekercset darúval emelik a feldolgozógépbe, ahol pályánként kettő, azaz összesen négy úgynevezett letekercselő henger található. Ezek egyrészt folyamatos papírutánpótlást adnak, másrészt a szükséges papírfeszességet is biztosítják. Miután a két papírréteg összeillesztésre került, az első technológiai lépés a gépen belül a prégelés. Na, a gép legizgalmasabb szobája, nem? Mondhatom azért ezt, most leállítottuk. Egyébként, ja, fölvettem közben a hajhálót, azt jelezném, hogy annyira odafigyelek a... Igen, hát ez nálunk ugye kötelező, hiszen... Mit mondjak erre? Ez a prégelő hengerek? Igen, ezek prégelő hengerek. Ugye prégelést ugye, a gyártók azért használják egyrészt, hogy megkülönböztesse a másik gyártótól a saját termékét. Másodszor pedig a WC papír prégeléssel, mikroprégeléssel elérjük azt, hogy a felület finomság érzete, ez egy szubjektív érzet, amit a kezünkkel érzünk, igen, azt finomabbnak érezhetjük. Késztőlőnél, például ennél a prégelésnél is, azt érjük el, hogy az a felület, amit, ugye, ha van egy sík felületünk, ezt még megnyomjuk. És akkor nagyobb lesz. Csinálunk bele egy domborút, nagyobb lesz a felület. Ezáltal a folyadék, amit fel akarunk szívni, nagyon felületen tud felszívódni. Tehát ezzel segítjük. Zseniális. Hát ott fogdos az ember minden nap, és nem is. Hát igen, ezek a picike. Apróságok. Most miattunk áll itt minden ott a papír, úgyhogy menjünk is, mert nem állhat egy percig se itt. Hát igen, mert a hatékonyság az hatékonyság. Na jó. A prégelést a perforálás követi, ennek köszönhetően lesz majd a papír lapokra osztható. Majd miután megtörtént a papír feltekercselése a belső guligára és a tekercs végzárása, amíg 3 méter hosszú tekercsek a gép úgynevezett pufferelő részébe kerülnek, és itt várakoznak egészen addig, amíg a rendszer nem továbbítja őket a méretre darabolási és végül a befejező, a csomagolási fázisokhoz.
Vagy egy trükkünk, amit a legelvetemültebb háziasszonyok sem biztos, hogy ismernek a kéztörlőkkel kapcsolatban. Na, ezt figyeljétek! Ki lehet húzni ezt a papírcsövet. Szándékosan ugye úgy van gyártva, hogy meg van könnyítve. Kihúzzuk. És a csomagolást megtartottuk volna a tekercsen, akkor ugye mindig csak annyit tépünk le, amennyi szükségünk van, amennyi kell. Ugye általában jellemzően ugye egy nap elég, mert ugye ezt lehet szalvétának, papírzsebkendőnek, kéztörlőnek, ablakpucolónak, és akkor még sorolhatnánk, milyen célra használ. Én készítem egy merénylettel, itt van nálam két guriga, 100 méteres mind a kettő. 100 méteres, igen. De azt most nem mondom, hogy ez a csarnok milyen hosszú. Ez a csarnok, ez 120 méter hosszú. Na azt nem mondom, hogy el tudjuk gurítani, de egy verseny nyomhatunk. Ki tudja messzebbre elgurítani a saját gurigáját? Hát én már nagyon régen tekéztem. És hogyha elgurítjuk, akkor esetleg megnézhetjük, hogy elmegy-e ez 100 méterig bármelyik, jó? Nézzük akkor. Jó. Nem tudom én. 1, 2, 3. Jaj! Hát ugyan indultunk 12 méter. Nem sokára felfedjük majd a titkot, és kiderül, hogy meglette a 100 méter, ám térjünk vissza az eredeti témákhoz, a WC papírhoz. Miután tehát a majd 2,5 tonnás papírtekercs elkészült, a raktárból kamionokra pakolják a targoncák, hogy aztán már Budapesten szintén targoncák pakolják le, és vigyék egyenesen a feldolgozógéphez. Ez már WC papír guriga. Hogyha nézzük az autógumis hasonlatot, ez elvileg keményebb. Akkor... Egy picikével, picikével. Picikével csak, de akkor ezt könnyebb megmozdítani. Bízunk benne. Nagyon! Igen, nagyon könnyebb, mert legalább egy néhány picivel centit. Picivel könnyebb. Nem is 2400 kiló. Igen. Jó, ez be van csomagolva, nézzünk egy olyat, ami nincsen. Ez már bekerül hamarosan a gyártásba. Igen. Ő meg tudja állapítani a különbséget, hogy csak így ránézésre néznék, hogy ez WC papír? Hát, hogyha fölveszük a szemüveget, fény felé tartjuk. Igen, azt látjuk, hogyha nagyon nagy nagyításban néznénk, hogy a hosszú rostok mennyisége kevesebb, mint a kéztörlőnél. Ha már ennyit beszéltünk a papír rostjairól, így néz ki extra közelről egy WC papír, az inkább puhaságért felelős rövidebb szálaival, és így a kéztörlő a netszívásra alkalmasabb, hosszabb rostjaival. Ez egy réteg, és akkor ebből most hány réteg lesz? Ez a feldolgozógép 3 letekercselő állványal rendelkezik, tehát a 3 rétegű papírt, a készárut úgy tudjuk gyártani, hogy minden letekercselő állványon egy réteget tekercselünk le. A 3 letekercselő állomás révén egyébként nem csak 1, 2 vagy 3 rétegű papír készület, hanem akár 4 vagy 5 is, csak ilyenkor valamelyik hengerre 2 rétegű alappapír kerül. A tekercsekbe először egy fémtüskét helyeznek, ezek segítségével emelik aztán darúval a tekercset a feldolgozógépbe. Amint a papír a helyén van, a letekercselő munkához lát. Az első feldolgozási lépések egyike itt is a már korábban megismert jellegzetes mintát adó prégelés, majd ezután jön a perforálás és a feltekercselés. Korábban a papírtörlőt készítő gépnél nem foglalkoztunk részletesen az újrahasznosított papírból készülő belső kartongurigával, itt viszont annál inkább érdemes. Papírgyárban minden papírtekercsnek jelentősége van. Én nem tudtam volna megmondani, hogy ebből mi lesz, de ha oda nézek mögénk, akkor már igen. Ez a WC papír belső gurigája. Itt önök Dudának hívják. Igen, Dudának hívjuk. Azt, hogy miért, azt senki nem tudja, de én most elmondom, hogy miért. Aha. Skót Duda. Valószínű. Igen, vagy. Arra van Buda. Ó, Toldi Miklós. Erre meg a Duda. Igen, erre meg a Duda. Ezzel kapcsolatban nem csak ez érdekesség, hogy így készül, és pont olyan hosszú, mint maga a tekercs, hanem a WC papír, amelyik illatos, ettől illatos. Igen, a villatosítás úgy történik. Nagy titkok. Hogy ahol beoldjuk a feltekercselő állomásra a Dudát, ott látjuk a kábelt, ott van egy fúvóka, és ez a fúvóka parfümöt szór erre a papírcsőre. A kézterméket, amikor becsomagoljuk, ez a parfüm
elpárolog a dudáról, és egyenletesen eloszlik a papír tekercsben, a WC papír tekercsben. És akkor így átjár minden? Átjár mindent, és ezt nézzük, amikor kibontjuk, hogy milyen kellemes illata van a WC papírnak. A gép elég zárt, de ezen a monitoron jól látszik, ahogy a papír a dudára bent feltekeredik. Amíg papírpálya szélességi, azaz még szeleteleten tekercset, a végragasztás zárja le. Ennek köszönhető, hogy a WC papír a használat megkezdéséig egyben marad majd. Ebbe a gépbe is beépítésre került egy puffer elő, avagy tároló állmány, és itt is azért, mert az automata rendszer ennek révén tudja szabályozni, hogy folyamatos legyen a gépben az utánpótlás. Ezután a szeletelés következik, és bár zárt a rendszer, azért jól látszik, milyen sebességgel dolgozik a gép, innen pedig már a jól ismert WC papír gurigák tekeregnek a sorokon. Készen vagyunk, de milyen szép, mennyi megy itt egy perc alatt, mert nagyon-nagyon sok. Hát ezen a soron 600-700 tekercs megy percenként, akár 800 is tud menni. Azt az egész. Nagyon fontos kérdés, járványhelyzet van, sokkal több WC papírt használunk, de miért? Hát mert ugye mindenki otthon van a gyerekkel, vagy home office-ban. Tehát ugye nem a munkahelyén használja a nagy ipari tekercseket, ugye amire speciális iparág, meg szolgáltatók specializálódtak, hanem mindenki a konzumer, kiskereskedelmi terméket vásárolja. És ami még érdekes, ezzel pedig találkoztunk ugye Dunaföldváron. Ez kerül vissza a papírgépre, ezt visszaoldjuk. És akkor újra megszületik majd. Igen, és utána majd lesz belőle újra papír. Ezzel minden szempontból körbeértünk. Közvetlen közelről, de felülről is bámulatos nézni, ahogy a gurigák százasával tekeregnek a pályán. Pláne akkor szédítő, ha még azt az utat is hozzá gondoljuk mindehez, amit az első lépéstől, azaz a cellulóz bálától indulva tett meg az anyag. Innentől már csak a csomagolás van hátra, ami történt tasakba vagy síkfóliába. Készül itt papírzsepi is, és egy pillanatra ennél a gépnél is érdemes megállni. A papírzsepinél is inkább a puhaság és a tartóság a fontos, természetesen a netszívás mellett, így ez is rövidebb rostú papírból készül. Miután a már eleve 3 vagy 4 rétegű papírtekercs a gépre került, belül 4 pályára vágják, majd prégelési fázisok és bámulatos hajtogatási fázisok követik egymást. Mivel elég zárt a rendszer, kézi hajtogatással szemléltetjük, milyen lépések is zajlanak a gépen belül. A hajtogatás után a csomagolás következik ezen a gépen 90-esével, 100-asával. Apropó, ha már 100, végül lássuk, meglette a papír törlőnél a 100 méter. 96, 96, 97, 98, 99. Hát, még több is lett. Több is lett. Na, hát ennyit erről. A videóm a Vajda papír támogatásával készült.